Magyarországon közel 800 ezer cukorbeteg él, vagyis minden tizedik magyar lakos érintett. A betegek között több a nő, és az életkor előre haladtával emelkedik a kettes típusú, azaz az időskori cukorbetegséggel együtt élők száma. A 90 éves Vitoz Zoltánné 20 éve tudta meg, hogy ebben a korban szenved, azóta életmódot váltott. Először is beveszem az orvosságot. Intenzíven mozgok és diétázok. A kettes típusú cukorbetegségben a korai diagnózis és a kezelés kulcsfontosságú, a szövődmények megelőzése, az életkilátások javítása szempontjából. Ehhez a korai tünetek ismerete, a fokozott kockázatúak szűrése nélkülözhetetlen. A diabéteszt hosszú-hosszú évekig megelőzi az úgynevezett prédiabéteses stádium, ami már ugyanolyan szív- és érrendszeri kockázatot jelent szinte, mint hogyha diabéteses lenne az illető. És hát ennek megfelelően, amikor már kialakul a diabétesz, akkor egy kicsit kvázi későn is vagyunk, mert már akkor megjelenhetnek szövődmények is, vagy már úgy vehetjük észre, hogy a szövődmény van először jelen, és ez hívja föl figyelmet arra, hogy diabétesze van az illetőnek. A gyermekkori nem megfelelő táplálkozás, a mozgásszegény életmód kihatással van a felnőttkori diabétesz kialakulására. Szigorú szabályok betartásával azonban karbantartható a betegek állapota, hívják fel a figyelmet a szakemberek. Végstádiumú veselégtelenséggel jár maga a cukorbetegség. Természetesen lassítható a folyamat, de abban az esetben, hogyha elhanyagolt betegségről van szó, akkor nagyon hamar sajnos a vese felmondja a szolgálatot, ugyanúgy a többi szervvel együtt, tehát arra próbálom itt a betegeket motiválni, hogy járjanak rendszeresen szemészhez, hogy ne vakon, dializáltan, és féllábúan kelljen leélni ezt a hátralévő életüket. A szakemberek szerint a cukorbetegek egy része nem figyel oda betegségére, mert az nem jár fájdalommal. Sokan vércukor szintjüket sem mérik naponta, az étrendjükön sem hajlandóak változtatni. Emiatt évente 5-10%-kal emelkedik az új betegek száma, és naponta 10 ember hal meg cukorbetegségben, vagy annak valamilyen szövődményében.